2017-ben nagyon eredményes évet tudhatnak maguk mögött a csabai úszók, elég, ha csak Bohus Richard a 4x100 méteres gyorsváltóban elért világbajnoki bronzérmére gondolunk. Természetesen mások is kiválóan szerepeltek, többek között két országos bajnoki címet is szereztek idén a csabai fiatalok. Nagyon jó évet mondhatunk magunkénak, hiszen az Egyesület élsportolója Bohus Richard a világbajnokságon Budapesten egy bronzérmet szerzett a 4x100-os férfi gyorsváltóba. Történelmet írt a magyar úszó történelembe, és ez bekerül a történelmi úszások sorába, én azt gondolom. Talán erre vagyunk a legbüszkébbek, de ha visszatekintek az utánpótlásra, akkor azt gondolom, hogy ott is megelégedéssel zárhatjuk az évet, hiszen több magyar bajnokunk is volt, több helyezett, több pontszerző, tehát a tavalyi évhez képest mindenféleképpen előrelépés történt, több korosztályban is, és ez azért dicsőséggel tölt el minket. A nagy hagyományokra visszatekintő klub életében mindig kiemelt figyelmet fordítottak az utánpótlás nevelésre. Békés Csaba önkormányzata is nagy figyelmet fordít az úszóklub támogatására. Az ünnepségen részt vett többek között Szarvas Péter polgármester és Bíró Csaba a sportért felelős bizottság elnöke is. Népes tábora van az úszóklubnak Békés Csabán, ami mutatja azt is, hogy rendkívül eredményesek. Ha a másik oldalról megközelítjük, és nyilván nekünk ez a fontosabb, hogy nyilván az egészségre nevelés, a sportra, a mozgásra, arra, hogy szokjon hozzához a közeghez, nyilván ez a fontosabb, ezért sok olyan programot indítottunk el, akár az úszóklubban közösen is, ha csak egyet említek meg, akkor a vízhez szoktatást, amit ugye minden 6 éves óvodásnak tudunk biztosítani. Ez is egy olyan lépcsőfok, amivel el tudunk indulni ebben a közös munkában, de a lényeg az, hogy évről évre úgy gondolom, hogy mi egyre sikeresebbek vagyunk. Az úszás a jövőben még nagyobb hangsúlyt kaphat a város életében, ugyanis a Modern Városok programban egy új 50 méteres modern versenyúszoda megépítése is szerepel, ami nagyban segítheti majd a sportolók fejlődését a megyeszékhelyen.